Vendégünk Magyar Hajnal, az ének tanítás egyik prominens alakja, ha mondhatom így. Van egy saját stúdiód, ének stúdiód, mesélj arról egy picit. Mióta van, hogy megy? Így ebben a formában az ének stúdió 8 éve működik. Egyedül kezdtem el egy kis szobában, a kis dolgozó szobámban, egy hangszigetelt kis szobában, és most már 6 tanárral dolgozom együtt, és olyan 130 fő az ének stúdió létszáma, tehát így a 8 év alatt kinőtte egy kicsikét magát, amiért nagyon hálás vagyok. És 130 főt hogy lehet kezelni? Vannak csoportos órák? Nem, hanem 7 helyeten vagyunk most tanárok, és mindenki magánórákat tart. Tehát nem egy helyen vagyunk még egyelőre, de az a cél, hogy majd költözzünk egy helyre, ahol minden együtt lehetünk majd. Úgy tudom, hogy ez egy sajátos módszer, ez a Brett Manning módszer, jól tudom? Valójában a módszer onnan indul, hogy Seth Riggs. Seth Riggs egy 70 év körüli énektanár, Los Angelesben él. Seth Riggs tanította Michael Jacksont, a Natalie Cole-t, a Ray Charles, Stevie Wonder, Luther Vandross, Quincy Jones. Tehát olyan neveket soroltam most fel, akit szerintem egy olyan utolérhetetlen referenciát bírt összerakni. És Seth Riggs egyik kedvenc tanítványa volt annak idején Brett Manning, 20 évvel ezelőtt, aki ezt a beszédszintű éneklés módszerét egy kicsit innovatív módon tovább vitte, és az ő módszerét úgy hívjuk whistle voice, úgy nevezzük, az pedig az üveghang regisztere. Tehát a beszédszintű éneklés az az alapja az amerikai könnyűzenei éneklésnek. Ez azt jelenti, hogy magas hangtartományban ugyanolyan játszik könnyedséggel énekelnek az énekesek, mint ahogy beszélnek, és ezt tudják bármikor tenni. Tehát kis bemelegítéssel, beénekléssel bármikor tudnak három vonalas széket énekelni, kevert hangon, torok hangon. Neki van a Seth Riggsnek van ez a berregős bemelegítés. Borékolás. Mutassa, nézd csak. Tehát az arccsontod alá teszed így a kezeid, az ujjaidat, ahol a két fogsorod összeér. Na, mutasd csak, te egyszer próbáltam, de nagyon csiralmas. Fogsorod összeér, csinálsz egy ilyen buta A betűt, hogy ö, amivel lelazítod, és buborékolsz. Most ebben az az érdekes, hogy ezt a buborékolást, ezt egy csecsemő a hangadás előtt, ez az első, amit csinál. Te is csináltad, én is csináltam, mindannyian. Tehát ez egy ilyen kollektív tudásunk, nekünk képességünk. Valószínűleg ők is kutatták ezt, nyilván nálunk 2 olyan gép van, ami pontosan belát a hangszalagok mozgásába. Ez a hangszalagokkal foglalkozik, ez a buborékolás? Így van. Közben skálázol, tehát hangokat változtat? Tehát ezzel a buborékolással, ez az első olyan gyakorlat, amivel elég komoly hangtávot tudok mutatni. Mutass. Megmutatom. Jó napot! Ez már az üveghang regisztere 3 van. Na, de nevérek is hallják. Jönnek mindjárt. Igen. És akkor ez a módszer, ez tulajdonképpen az ének tanulást felgyorsítja? Azt kell megérteni, hogy úgy tudunk eljutni beszédszintre, nem egyik napról a másikra. Az egy nagyon téves dolog, amikor valaki azt mondja, hogy 3 hónap alatt megtanítalak énekelni, azért ez nem így működik. De nem is kell túl misztifikálni a dolgot. Először le kell lazítani a buborékolás, ugyanígy van egy ilyen erpörgetős hangunk, a rrrr, az ugyanezt eredményezi, hogy a mell és a fej hangot nyitja, a hangterjedelmet azonnal növeli. Tehát 2-3 hónap után el lehet jutni odáig, hogy az a magas hang, amit énekeltél, azt egy oktávval növeljük. Ez mindenkinél így van, tehát ez kollektív, nem misztikus, ez létezik. Zenei vagy hangszeres előismeretek azért gondolom segítség, de nem feltétel. Hát én 6 éves korom óta zongorázom, és én minden előadót arra, miután túl vagyunk a hangképzésen, arra próbálok ösztökélni, és bátorítani, és tanítani, hogy azért a 3-as, 4-es hangzatokig jussunk el. Tehát egy énekes, ha csak mások dalait énekeli el éveken keresztül, azzal nem fogja a saját karakterét erősíteni. Miután túl vagyunk a hangképzésen, tanítunk zeneelméletet, tényleg én úgy érzem, hogy túl sok tanulni való az egy ilyen misztikus dolog lett az emberek számára. És sajnos egy pár tanár tehet is erről, hogy bizonyos hangszertudás vagy énektudás elsajátítása az egy ilyen misztikus, elérhetetlen dolog lett. Én több mint 500 emberrel foglalkoztam, 94 óta tanítok, és mindenkiből sikerült nagyon sok dolgot kihozni.
én abban hiszek leginkább, hogy ha te szorgalmas vagy, és akarod ezt a dolgot csinálni, és meg akarod tanulni, akkor neked is ugyanúgy jár. A te szorgalmattól rengeteg minden függ. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok olyan amerikai énekes van, ahol annyira lehet hallani a technikát, én nyilván hallom, mert évek óta ezzel foglalkozom napi sok órában. Tehát azonnal tudom, hogy milyen technikát használ, nem csak beszédszintű éneklés van belting technik, ez a mellhang, kicsit fejebb tolása, és van egy csomóféle technika. Tehát nekünk azt kellett ebből az egészből megérteni, hogy Amerikában ezt a módszert 30 évvel ezelőtt elkezdték oktatni, és náluk természetes az, hogy egy világsztár az a mai napig énekórára jár, mert hozzá tartozik. Ha belegondolsz, abban te gitáros vagy, hogy azért napi sok órát gyakorolsz. Most már nem elég az énekeseknek, sajnos rossz hírem van, hogy egy héten egyszer elmennek énekórára, mert nálunk... Ezt akartam kérdezni, mert hogy... nálunk úgy van, hogy van egy oktatóanyag, vannak zongorakíséretek, és bizony be van osztva, napi 1-2 órát kell gyakorolniuk azért, hogy a hangszalagok megfelelően vékonyodjanak a kívánt. Napi 1-2 óra, és akkor mennyi idő alatt lehet eredményt elérni? A Setrix kurzust egy év alatt lehet elérni, utána szoktuk, az már egy ilyen haladó kategória, Brett Manning kurzusát tanítani, és hát nyilván függ ez attól is. Ez az egy év alatt, ez a heti egy óra, és napi 1-2 óra gyakorlás otthon. Pontosan így van. Tehát aki úgy hirdeti magát, hogy 3 hónap alatt megtanítalak énekelni, azért ez nincs így. Szóval a hangszalagok, a két hangszalag az egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, nem olyan, mint a gitárhúr, hogy megveszed a boltban. Arra vigyázni kell. És ilyen specifikus gyakorlatokon keresztül érjük el azt, hogy elkezdjük megtanítani a hangszalaggal ezt a hangszál vékonyodást, amitől magasabban tudsz énekelni, játszik könnyedséggel, mert ez a lényege. Ha ezt mind torokhang pozícióban tanítanánk, akkor jön a lerekedés. Ezért van az, hogy sajnos rengeteg megasztár X-faktoros, miután bedobják őket a mélyvízbe, és 2-3 hónapig nagyon keményen turnéznak, amire egyáltalán semmilyen módon nincsenek felkészülve, egyébként se lelkileg, se fizikálisan, se hogyan. Kikötnek a fóniáternél, és hangszálműtéteken mennek keresztül, ami megint csak nem egy barátságos dolog. Ugye a színpadon állni és embereknek előadni az mindig egyfajta levetkőzöttség érzés, tehát hogy amikor kiteszem magam az emberek elé, éneklésnél úgy gondolom, hogy ez hatványozottan így van, félénksége leküzdésében nyújtatok-e segítséget? Nagyon, nagyon komoly dologra tapintottál rá egyébként. Tök érdekes, képzeld el, hogy a Setrix anyagnak az első anyag része, ami főleg a mellés fejhangot forszírozza, annak az anyagrésznek az a fő címe, hogy az önbizalom építése. Tehát az amerikaiak rájöttek arra, hogy hogyan kell kinyitni, ahogy a regisztert nyitod, egyébként úgy nyílik a személyiség is. Az én arcpoétikám az, hogy ahogy a hangod fejlődik, úgy fejlődik a személyiséged is. Ezt elég régóta kutatom, hogy azt mondjam, hogy így van. És ez pont azt jelenti, hogy olyan gyakorlatokat alkalmazunk, amiben nem lehet, hogy ne történjen az meg, hogy te teljesen kivetkőzöl magadból, hiszen olyan hangokat fogsz énekelni gátlásanul, de mégis fegyelmezetten, és úgy abban az érzésben, mint amikor gitározni tanulsz. Tehát ha a G-t lefogod, annak G-nek kell lennie, és nem csúszhat át a bundon, mert akkor komoly baj van. Na ez nálunk ugyanígy van. Hajnal, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.